Tűz ütött ki egy noszvai magánidős otthonban az éjszaka, 65 embert kellett kimenekíteni. A Heves-megyei település külterületén lévő 500 négyzetméteres épület teljes tetőszerkezete lángra kapott. Az otthonban dolgozók már a tűzoltók kiérkezése előtt megkezdték a lakók kimentését. Hámsérülések miatt 5 embert vittek kórházba. Kitört ablakok, kormos falak, fekete füstölő gerendák. Így nézett ki reggel a noszvai idősek otthona, amelynek tetőszerkezetén szerdára virradó éjjel csaptak fel a lángok. A lakókat a tűzoltók ébresztették, akik mindenkit időben ki tudtak menekíteni. Az EGRI, a Füzesabonyi, a Pétervására és a Mezőkövezdi Hivatásos Tűzoltók vonultak, akik 8 vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az épületből összesen 65 ember került kimenekítésre, égési sérüléseket senki nem szenvedett, de a kimenekítés közben 5 ember könnyebben megsérült, őket a mentőkórházba szállították. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett nagyobb tragédia. Az 500 négyzetméteres épület oltását több mint 20 tűzoltó 8 vízsugárral végezte, de így is több órán át tartott. Ezután az idősek személyes tárgyait vitték ki az emeletről, a felső szint ugyanis lakhatatlanná vált. A lakókat ideiglenesen egy másik épületben helyezték el, és értesítették a hozzátartozóikat is. Szerencsére mindenki jól van, épp a reggeliztetésüket szervezték meg, szépen be vannak öltözve, be vannak takarva. Szerintem nekik a riadalmon kívül, amit még fel tudtak belőle hirtelen dolgozni, más bajuk nem történt. Úgyhogy mi most őt átmenetileg visszük haza, de mosolyog, szervezetten megy minden. Azt, hogy mi okozta a tüzet, egyelőre nem lehet tudni, és azt sem, hogy meddig lesznek átmeneti helyen az idősek. A kár több 10 millió forint lehet. És ott is van Noszvajon kollégám Kereki Gergely. Hogyan tudnak gondoskodni az idős emberekről, akiket kihoztak nyilván ideiglenesen az épületből? Hol tudják őket most ellátni? Jó napot kívánok, szervusz! Mindent megtesznek az itteniek azért, hogy zökkenőmentes legyen a helyzethez képest ez az ellátás. Most itt a mellettem látható főépület ebédlőjében vannak elhelyezve az érintettek. Egyébként az ellátásuk az gyakorlatilag biztosított, hiszen szerencse a szerencsétlenségben, ha lehet ezt mondani, hogy a gyógyszerek, a személyes dokumentumok azok a tűztől távol megfelelően elzárt helyen voltak, tehát mindenkinek az adatai az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek rendelkezésre állnak. Most azon dolgoznak egyébként, hogy az érintett, a tűzzel érintett rész mellett található egy másik rész, egy másik épületrész, ahová nem terjedtek tovább a lángok. Most ezt vizsgálják, és ideiglenesen megpróbálják majd elhelyezni az érintetteket ezen a részen. Itt az ideiglenesen nem egy-két napot, hanem, hogy itt hallottuk, valószínűleg több hónapot kell érteni. Most abba bízik mindenki, hogy ebben az épületrészben sikerül ideiglenes otthon találni az embereknek. Egyébként az okot azt továbbra sem lehet tudni, az utómunkálatokat a tűzoltók már befejezték, jelenleg a tűzvizsgálat, valamint a sérült épület rész szerkezeti átvizsgálása tart. A károkat sem tudjuk még egyelőre pontosan, annyit azért nagyjából meg lehet állapítani innen kintről is, hogy a felső szint az érintett szakaszon az gyakorlatilag teljesen kiégett, tehát lakhatatlanná vált. Nagyjából most a lehetőségekhez képest mindene megvan az ittenieknek, és több felajánlás is érkezett már, például különböző takarók, ágyneműk, párnákat hoztak már, és hoznak még valószínűleg a későbbiekben, és hogyha esetleg nem lenne elég, akkor ezzel is tudjanak segíteni. Egyébként biztosak, mert valószínűleg csak a tűzvizsgálat után lehet tudni majd az okokról. Kereki Gergelynek Noszvajról köszönjük szépen!